A szokásosnál melegebb tavasz hamarabb a természetbe csalogatja az embereket. Sokaknak ez az időszak annak ellenére, hogy a hangulatunkra igen jó hatással van, nem igazán áldásos. Magyarországon a legtöbb és legkifejezettebben jelentkező allergiás panaszokat a betegeknél a fűfélék és a parlagfüvek okozzák. Tényes való, hogy aki azért az ilyen koratavaszi fákra, mogyoróra allergiás, azok már jönnek. Ma is voltak egyébként már többen, akik típusos allergiás tünetekkel jelentkeztek. Hát nyilván vannak közöttük olyanok, akik már ki vannak vizsgálva és ismerik, vannak olyanok, akiknél most merül fel a gyanú, és most fogjuk kivizsgáltatni a dolgot, de természetesen azért a kezelést azt el szoktuk kezdeni. Úgyhogy tömegekről még nem lehet beszámolni, de tény és való, hogy egy pár hete azért már elkezdett beindulni a szezon. Hazánkban három fő pollen szezont különítünk el. A fák virágzásával kezdődik januártól májusig tart a tavaszi pollen szezon, amiért a mogyoró, éger, nyár, fűz, nyír, tölgy, kőris, platán pollenjei tehetők felelőssé. Az áprilistól július közepéig tartó késő tavaszi és koranyári szezonban a fűfélék, csalánfélék, utifű okozza a legtöbb tünetet. A közösségbe járó gyermekek esetében is érdemes odafigyelni arra, hogy nem-e allergiás reakció okozza a gyakori ordugulást és orrfolyást. Mindenképpen az orvos kompetenciája, hogy eldöntse, de azért kisebb-nagyobb különbségek azért vannak a tünetekben. Tehát ugye a fertőzések általában azért a tüsszögi és orrfolyás mellett általában azért erős, időnként produktív köhögéssel járnak. Ugye ott előfordulhat rendszeresen láz például. Az allergiás panaszoknál például láz abszolút nem jelentkezik. Ott sokkal inkább ugye az ilyen irritatív tünetek, ez az erős vizes orrfolyás, torokkaparás, szemviszketés, tüsszögés az, ami dominál. Tehát végül is a tünetek alapján is már azért sokszor gyanús, hogy milyen, mi is a valódi ok. A háziorvos elmondta, hogy alternatív megoldások nem igazán léteznek, illetve az átlagember életében nem beilleszthető, hogy elkerülje ezt az időszakot például egy hosszabb tengerparti nyaralással. Egyébként ugye hát megfelelő orrsprékkel, szemcseppekkel, antihisztaminokkal, azért ez az esetek többségében teljesen jól kezelhető, amikor éppen szezonja van az adott allergénnek. Segíthet még a gyakoribb kéz- és hajmosás, a kora reggeli vagy késő esti szellőztetés, a napszemüveg viselése, illetve ha ruháinkat lecseréljük hazaérkezéskor, vagy ha az ágyneműt és a ruhákat nem a szabadban szárítjuk.